ajánlani mindig nagyikat, és akkor így a családokkal tudjuk segíteni a fiatalokat. Ez akkor azt jelenti, hogy mondjuk a kalászban inkább a régebb óta fiatal hölgyek a tagok? Sajnos igen, ezen dolgozunk, hogy ezt sikeresen meg tudjuk fiatalítani, mert nekünk azt hiszem ez a feladatunk, hogy mi ebben az időszakban, amíg mi még tudunk aktívak lenni, biztosítsuk a fiataloknak a tömeges jelenlétét ebben a szervezetben. Mi az a karizma, ami önöket mozgatja, ami egy fiatal lányt úgy megszólít, hogy hát tényleg, én pont ezzel tudnék hozzájárulni. Van egy 4-es célkitűzésünk, amit akkor 1936-ban kitaláltak, de most is aktuális. Ez a hit erkölcs nemzethivatás, vagyis, hogy a hitünket merjük megvallani. Az erkölcs az, hogy a tetteink és a gondolataink tiszták legyenek. Hol tartottam? Nemzet. Hogy tiszteljük a hagyományainkat, az anyanyelvünket, mert hát ezek a gyökereink. És a hivatás az pedig az anyai hivatás, ami lényegében családban egyedülállóként, szerzetesként, tehát egy nő az mindig anyás lelkületű, hát így vagyunk konstruálva, és ebben igyekszünk, ebben a 4-ben segíteni mindenkinek, akármilyen korosztályhoz tartozik. Tehát ez fiataloknak is. Itt én nem akarok magunk ellen prédikálni, de azért látjuk a statisztikákban is, hogy azért az anyaság, a gyermekvállalás az egyre inkább kitolódik, egyre inkább, és bólogatnak, szóval 30-on felül, bőven 30-on felül vállalnak a nők gyermeket, és hát itt azért van egyfajta kétségbeesés is, akár mondjuk országon belül, de akár mondjuk a Európát. Igen. Nézzük. És talán egy kicsit félelmetes is most egy fiatalnak, hát nyilván gondolom egy kicsit saját tapasztalatból is beszélek, hogy mivel egyre kevesebb az a család, ahol az ember azt láthatja test közelből, hogy milyen egy kiteljesedett anya, vagy egy kiteljesedett nő, hát ezért egyre félelmetesebb ezt a szerepet úgy vállalni. Hogy önök akkor ebben tudnak esetleg segíteni, nem igaz? Mint... Vagy mondjuk a jó példamutatással. Hát, mással nem. Még ez természetes, de én azt hiszem, hogy a gyerek, illetve a fiatal lánycsoportjaink szervezésével ezt próbáljuk biztosítani, illetve a táborainkkal, amiknél azért minden táborunknál, az ország különböző pontjain vannak táboraink a csoportoknál nyáron. Próbáljuk ezt a kalász szellemiséget elültetni a kislányokban és a nagyobb lányokban, és megnyugtatni mindenkit arról, hogy semmiről sem marad le. Tehát nyugodtan belefér ebbe a 40-50 évbe, amit aktívan egy nő felnőttként meg tud élni. Belefér az úgynevezett munkahivatás, az anyai hivatás, és még a teljes kiteljesedésre is jut idő. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy fontos szempont. Nekem az nagyon hiteles, ezt valaki ilyen nagy mosolyan el tudja mondani, úgyhogy engem megvettek. Azt olvasom még itt, hogy a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének is a tagja a kalász. Ez mit jelent akkor a gyakorlatban, vagy mi jellemző erre a világszövetségre? Ez a katolikus, ez a bukvó, ez... Mindenféle, tehát az összes földrészről van, hát nem is tudom pontosan most, hogy 100 körüli szervezete, és minden országot egy egyesület vagy egy szervezet képvisel, ez a kalász Magyarországon. Hát nem is tudom, hogy 25 éve biztos, vagy talán még régebben. Sőt, hát úgy alakult, hogy aki a mi küldöttünk, azt mindig beválasztják a vezetőségbe is. Az az érdekes, hogy ezek általában fiatalok szoktak lenni, ezek a
küldöttek, aztán egy ideig küldöttek, aztán férjhez mennek, lebabáznak, akkor jön egy másik, hát most is egy nagyon kedves pázmányos, nem pázmányos, hanem informatikus lány az, aki most felvállalta a következő szereplést. Hát nagyon izgalmas lesz, mert Dakarban lesz októberben a világtalálkozó, és hát egyelőre még próbálunk pénzt szerezni ahhoz, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Vannak minden évben vezetőségi találkozók, azok általában Rómában, hát az könnyebben megoldható. A világtalálkozó az viszont mindig egy nagy mozdulat, arra két embert szoktunk küldeni, és hát most ez izgalmas. Uh-huh. Tehát most szurkolunk, meg iparkodunk azon, hogy összejöjjön a lehetőség. Hát mi is szurkolunk. Hát igen, és hogyha ezt a nézőink úgy érzik, hogy esetleg tudnák támogatni akár ezt a dakari utat, ami azért tényleg nagyon egzotikusnak ígérkezik, vagy akár más módon becsatlakozni nagymamaként, vagy fiatal lányként, akkor hol találja meg önöket? Van egy honlapunk, újkalasz.hu, azon van az elérhetőségünk. Rajta vagyunk, tehát több helyen az interneten meg lehet találni minket, de azért elmondom esetleg, mert nem mindenki internetes, tehát a Budapesten van a központ, a Kalász központ, a 12. kerület Hajnóci utca 10-ben. Telefonszámot is mondjak? Vagy? Hát ha valaki föl tudja most gyorsan írni, vagy majd visszanézi az adásunkat, igen, akkor persze. Tehát 356 45 34. És egy fontos, igen, gyakorlati útmutató, hogy szerdánként tartunk ügyeletet, tehát akkor biztos, hogy ott van valaki a központban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, köszönjük, és további szép szolgálatot kívánunk.